Koge Dániel sérülése miatt jelenleg nem játszhat az Eber rájátszásáért küzdő Fehérvár a V19 jégkorong csapatában, annak azonban semmi akadálya, hogy az Xbox konzol segítségével jégre lépjen, és ha már megtette, nem is jött le onnan eredménytelenül. Nem olyan egyszerű a játék. Ne csak! Tessék! Az akkora mák, amúgy már elmondom neked, hogy ebben a játékban nem tudom gólt. Szóval az, hogy saját magamban lőttem egy gólt, az... Ez egy történelmi pillanat? Tessék! Ugye mi annyit vagyunk jégen, most én pont nem, de hogy inkább focizni szoktunk, tehát a FIFA jobban megy, mint az NHL. Az NHL is játszunk, de a FIFA valahogy az nálunk népszerűbb a baráti társágon belül, úgyhogy de igyekszem fejlődni a játékosommal is a játékban. Bár hokis családból jött, csak második nekifutása maradt a jégen, onnantól kezdve azonban nem létezett számára más sportág. Pedig nagypapája inkább focistának szánta, de abban is maximálisan támogatta, hogy jégkorongozó legyen. Tényleg a legnagyobb szurkolóm volt. Minden meccsen, mindenhol ott volt, tehát ha mi elmentünk Debrecenbe játszani, vagy most pont Debrecenbe volt, azt hiszem, hogy nem abban az évben volt az, hogy már idősebbek lettünk, és nem engedték a szülőket utazni a csapatbusszal, és hát ő minden meccse jött, mindenhova, Csíkszereda, Bolzano, akárhova mentünk, ő mindig ott volt. Ugye a szüleim akkor nem értek annyira rá, és akkor nyilván a nagypapa az mindig jött velem. És hát onnantól kezdve, hogy nem lehetett jönni, akkor ez nyilván rosszul vette az edzőktől, úgyhogy mondták neki az edzők, hogy hát most nem jöhetnek szülők erre a túrára, már nagyok a fiúk. És hát Debrecenbe elkezdődött az első harmada, nagypapa ott állt a lelátón, mint utólag kiderült, vonattal utána jött a csapatnak, szét végigszitte az edzőt, majd vonattal is akart hazamenni, és akkor már az edzőnk szólt, hogy szóljak ám az öregnek nyugodtan, hogy mert nyilván más szülő nem jött vele, ő fölült a vonatra, ő nem hagyja ki, akkor se nem engedték. A 29 éves csatárnak már eddig is számos sikerben, felejthetetlen emlékben volt része, ezek között van a krakói feljutás, vagy a két A-csoportos VB. A-csoportos VB. Ez Svájc, ez meg Szentpétervár. Az AHL-ben töltött időszakot is széles mosolyal idézi fel. Így utólag azt gondolom, hogy talán nem volt elég önbizalma, mert annál azért talán többet is elérhettem volna kint, ha nem úgy megyek ki, hogy talán egy picit megelégettem azzal akkor, hogy én az AHL-be felhívást kaptam és tudtam játszani. Azt gondolom, ennél talán több is lett volna bennem, de az a pillanat, amikor engem felhívott az edzőm december 5-én, hogy majdnem ő is elsírtam, hogy ez magyar játékosnak mit jelent, meg ugye egyáltalán nekem, úgy tényleg sokat dolgoztam érte, jól is ment a játék, de hát nem is legszebb álmomba se jött elő akkor még, hogy ez így megtörténhet. Nyilván tudtam, hogy ez így működik, de az, hogy megcsörrent a telefonom, és az edző hívott, hogy felhívtak AHL-be, és délután indul a repülőm. Pont az Andris hívottam úgy utána, a Szűcs Andris, és ha jól emlékszem, vagy hívott, vagy írt, hogy hallotta, hogy mi volt, és hogy hát hova megyek helyileg.
nem tudom, már telefonon beszéltünk, vagy üzenetben, de mondtam neki, hogy hát igazából nem tudom. De nekem csak mondták, biztos, hogy mondták a csapatot is, de az abszolút nem érdekelt, hogy melyik csapat hívott fel, engem csak az érdekelt, hogy engem felhívtak. Mondom, hogy kiderítem a repülőn, hogy hova szól a jegyem tulajdonképpen, tehát annyira mellette voltam. És akkor kiderült, hogy én Kanadába megyek, Newfoundland, ez a világnak az egyik vége tulajdonképpen, tehát a világ vége után egy utcával van. És leszállt a repülőm, és olyan érzésem is volt, mert beültem a taxiba, és tudni kell, hogy ott Newfoundland, Kanada olyan akcentussal beszélnek, hogy én nekem akkor már szinte tökéletes volt az angolom, de negyed órán keresztül a taxi sofőr beszélt hozzám, és egy betűt nem tudtam kialászni a mondandójából. Akkor úgy megkérdőjeleztem, hogy én tulajdonképpen jó helyen vagyok-e, de hát aztán kiderült, hogy nagyon is jó helyen vagyok, és ott le is játszottam életem első AHL meccsét, ami úgy szintén egy felelthetetlen pillanat, és az is biztos, hogy a 3-5 legszebb pillanatában benn van a karrierem, meg az életem során. De nem csak a jégcsarnokok, hanem a Balaton jegéhez is nagy élmények kötődik. Én nem hiszem, hogy valaha koriztam már olyan sima jégfelületen, főleg nem egy tavon, és nem is hiszem, hogy valaha fogok még, mert az olyan elképesztő élmény volt, hogy tényleg világostól elkorcsiáztunk sóstóig, úgyhogy olyan tükör volt a jég, hogy a halakat láttam alul úszni, és magam tükörképét is láttam a jégbe, és koriztunk, amerre a szemmel látott tényleg, tehát ha akartam volna, szerintem átkoriztam volna a túlpartra.